Az egriek az egész szezonban csak a dabasi szikráktól kaptak ki, most itt volt a visszavágás lehetősége. A magyarországi amerikai futballbajnokság divízió második osztályának a döntőjében az Eger Heroes a Dabasz Park csapatát fogadta a felsővárosi sporttelepen. Szoros mérkőzést követően 42-20-ra győztek a hősök hazai pályán. A lefújás után érthető módon ismét nem volt gond a jó kedvel. Ezt a riportok közben a háttérben látható kis bemutatók is igazolták. Volt is miért örülni, hiszen a hősök bajnokok lettek. A szezon legértékesebb támadója az Eger Heroes játékosa, Vakacs Gergő lett. Ez az első érmem és ilyen MVP díjam igazából így a szezon végén, tehát meg az első döntőm is szerintem, mert már elég régóta csinálom, de volt egy-két év kihagyás, és mindig azt az évet hagytam ki, amikor pont oda kerültünk volna, hogy döntő, vagy volt, hogy a Div egyet talán megnyertük, csak akkor nem játszottam, úgyhogy ez az első. A cél a hősök számára a magyar-amerikai futballbajnokság legmagasabb osztálya a HFL. Most ez nekünk azt jelenti, hogy van egy Div 1-es aranyérmünk, most van egy Div 2-es aranyérmünk, pár év múlva meg megyünk a HFL-ért. Úgyhogy muszáj, jövőre fölmegyünk a Div 1-be, ott megpróbálunk végigverni mindenkit, reméljük a Dabas is jön föl, hogy játszunk velük ugyanilyen jó mérkőzéseket, és aztán meglátjuk. A mérkőzés végén a játékosok megköszönték a közönségnek a támogatást, és a pezsgő is durrant.